3 perc alatt 86 méteres mélységig jutott le a szabadtüdős mélymerülés nemzetközi versenyen Korok Fatima, aki a saját rekordját döntötte meg, ez egyébként magyar bajnoki rekord, és világranglistás második helyezést is ért. Egyiptomban van Fatima, és ha minden igaz, akkor most velünk is, itt lélekben legalábbis az A38 hajón. Szia! Sziasztok, jó estét, köszönöm szépen! Először is gratulálok ehhez a rekordhoz. Hogyan jött össze? Simán ment minden? Köszönöm szépen. Nem ment simán minden. Meg kellett küzdenem ezért az új rekordért. 86 méter az saját csúcsom is, és ezzel a saját hitelesített magyar rekordomat is megdöntöttem. Az eddigi rekordom az 73 méter volt ebben az úszásnemben, ez a páros 20-os, és most pedig ezt feltornáztam 86 méterre, ami most jelenleg a világranglistán a második helyen áll. 6 méterre vagyok a jelenlegi világrekordtól, úgyhogy végül is jól sikerült. Akkor gondolom egyébként, hogy a világrekord lesz majd a cél, de az ennyire ne rohanjunk előre. Hogyan képzeljük el mi laikusok ezt a sportot? Látunk egy kötelet, látunk ott egy búvár felszerelésben, részben búvár felszerelésben egy versenyzőt, uszonnyal. Mi az, ami még rajtatok van? Súlyokat köttök magatokra, vagy a stílus? Igen, tehát ez egy változatlan súlyú merülés, a mélységi merülések, tehát az azt jelenti, hogy vagy egy nyakcsúly van rajtad, vagy pedig egy övön vannak olmok. Én jelenleg 2 kilóval merülök, az azt jelenti, hogy a 2 kiló az megkönnyíti az első 10-20 méterben a merülést, ugye amikor a felhajtó előmény vissza akar vinni a felszínre, de utána viszont megkönnyíti a merülést. Az én szabad esésem, ami az egyik legkülönlegesebb része ennek a szabadtudős merülésnek, az nagyjából olyan 45 méter körül kezdődik, amikor én ezt elkezdem, tehát ebben segít az extra súly, amit viszünk magunkkal, hogy akkor már csak zuhansz a mélységbe. Felfelé viszont ugyanezt a súlyt ugye fel kell vinni, úgyhogy akkor úgy nehezék. Ezen kívül még van rajtunk egy orcsipesz. Az orcsipesz az abban segít, hogy nem kell folyamatosan befognunk az orrunkat, hogy ki tudjuk egyenlíteni a nyomást ugye a lefelé úton, hanem csak rajtunk van az orcsipesz végig a merülésen, és ezért a kezünket tudjuk használni. Ezen kívül pedig van még egy búvár komputer. A búvár komputer pedig segít abban, hogy tudjuk úgy nagyjából, hogy hol kell például megfordulni a kötél végén. Tehát a 86 méternél, hogyha 86 méterre merülök, akkor egy 3 méterrel a 86 méter előtt van egy jelzésem az én búvár komputeremben, és akkor fel tudok rá készülni, hogy mikor lesz ott a kötél vége, és hogy meg tudják fordulni. Hogyan lehet egyébként hogyan lehet tréningezni? Mert én emlékszem, gyerekkoromban én is játszottam azt, hogy itt a fürdőkádban lebuktam a víz alá, és néztem a stopper órámat, és volt, hogy már nem tudom, 70 másodpercet bírtam, de hát ide nagyon egy specifikus edzés kell, és hogyha összeköthetem a kérdést, akkor ide azért visszafele is, tehát föl kell érni, tehát úgy kell beosztanod az energiádat és a levegődet, hogy oké, hogy lementél 86 méterre, de még van egy fölfele út is. Gratulálok a 70 másodpercet. Jó, köszönöm. Igen, még kicsi voltam. Igazából bárki képes edzeni ezt a szuper képességet, hogy a víz alá tudjunk mélyre merülni, vagy hogy a fürdőkádban, vagy csak simán a szárazföldön, hogy vissza tudja tartani a lélegzetvételedet. Az átlag ember az 2-3 percre képes mozgás nélkül visszatartani, tehát hogy nem lélegzel. Most ugye az én merülésem az 3 perces, de úgy, hogy közben ugye, ahogy említetted, ugye mozogsz, és ugye fel kell jutni 86 méterről, nem elég az, ugye az ember ugye lezuhan a mélységbe. Úgyhogy ehhez egy nagyon összetett felkészülő edzés van, hónapokon keresztül, éveken keresztül. Ugye én jelenleg 2 éve üzöm ezt a sportot, de az én fejlődésem az nagyon gyorsan haladt. Valószínűleg azért is, mert gyerekkoromban van egy kis szinkronúszói, versenyzői múltam, ami sokat segít nekem ebben a sportban.
Tehát kardió edzés az alapozó edzésnél, nagyon sok futás, rengeteg úszás, nagyon sok specifikus edzés, mint például egyenlítési gyakorlatok, vizualizáció, jóga, természetesen maga a merülések, a technikai tréning a merülésnél, meg a stílus tréning. Tehát ez nagyon összetett, mind fizikailag, mind pedig szellemileg azért ez egy összetett sport, ahogy mentálisan is ott kell lenni, legalább annyira, mint a fizikai felkészültséget illetően. Most Egyiptomban vagy, mert hogy ott volt a verseny, meddig maradsz? Jössz haza, vagy esetleg kint tréningezel tovább, és mi lesz a következő cél? Mert mondtad, hogy 6 méterre, ha jól emlékszem, vagy a világcsúcstól, hát akkor azt már gondolom ott van a lelki szemeid előtt. Igen. Én azt még hozzátenném magát az edzéshez, a sporthoz, hogy a szabadtudős merülésről azt szoktuk mi mondani, hogy inkább olyan 70%-ban mentális és 30%-ban fizikai sport. Úgyhogy itt nagyon-nagyon sokat számít, hogy az ember milyen mentális állapotban van, úgyhogy azon nagyon sokat kell edzeni, dolgozni, nem csak a fizikális dolgokon. Otthon tudnék edzeni, ugye medencés edzés, meg az alapozó edzés, viszont otthon nincsen mélység, úgyhogy itt tervezek maradni Egyiptomban, és ahogy ugye említetted, nagyon közel vagyok a világrekordhoz, és ez a jövő évi célom, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül támogatókra találnom a jövőben, és akkor meg tudjuk szervezni azt a hivatalos világrekordot. Most edzésen az még nem publikus, hogy mik sikerültek, de nagyon közel állok hozzá, úgyhogy hát pedig most nagyon-nagyon felcsigáztál ezzel, de remélem, hogy hamarosan publikus lesz, és jövőre már arról beszélünk, hogy akkor sikerült a világrekord, és vendégünk leszel. Megint csak az én vagyok időben. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Fatima, és gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen.